Falusi Maria lesz a televíziós talk show legújabb vendége. Úszdiak az országos sajtóban. Jó hangulatú edzést tartottak az újvárostéri általános iskolában. Úszdi krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Úszdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Falusi Maria lesz városunk vendége június 12-én, ugyanis folytatódik a Pózdium. Az Úszdi Városi Televízió beszélgetős talkshowja 2020-ban indult útnak, több országosan ismert és elismert személyiséget vonultatott fel már eddig is, ennek köszönhetően pedig igen közkedvelt a helyiek körében. Az eseményre belépők még kaphatók az olvasó jegypénztárában. 2021 áprilisában zárult az Úszdi Városi Televízió munkatársai által színpadra és képernyőre álmodott talk show. A Pózdium első körben egy 10 részből álló beszélgetés sorozat volt. A produkciónak köszönhetően az úszdiak testközelből megismerhették Ábel Anitát, Paja Beát, Lakatos Márkot, Szinetár Dórát, Mautner Zsófit, Alföldi Róbertet, Esztergályos Cecíliát, Udvaros Dorottyát, Olá Ibolyát, majd Stól Andrást. A nagy sikerre tekintettel 2022-ben pedig folytatódott a program. A 11. állomás vendége a súlyos betegségéből most felépülő Gálvölgyi János volt, akit Bukovinszki Zsolt többek között kérdezett a főiskolával kapcsolatos élményeiről, de szó volt a Ki mit tudról is, ahol a versmondás keltette fel a színművész érdeklődését. Lényeg az, hogy elmentem, és akkor ott egy elvtársnő azt mondta, hogy annyi szavaló van Gálvölgyi elvtárs, nem tud valami mást. Hát mondom, de elmondom ugyanazt a verset színész hangokon. Ez ott jött be nekem, és akkor ez így is történt, Arany János Velszibárdok című versét elmondtam, különböző színész, 6 vagy 8 színész hangján, és akkor ettől elájultak. Nem tudtam, hogy ez egy csodálatos dolog, hiszen annak idején a Csengér utcában, amikor báboztam, hát ez nekem így jött, és akkor ez volt a Ki mit tud, amit aztán megnyertem. Hosszas előkészítő munkát követően június 12-én hétfőn délután 17:30-kor újraélettel telhet meg az olvasó épülete, ugyanis egy újabb országosan ismert személyiség látogat el városunkba. Falusi Marian többször járt már Úszdon, például a jazzfesztiválokon, de beszélgetni még nem beszélgettünk vele. Magam már jó néhány hete készülök erre a találkozóra, és mindenképpen érdekesnek tartottam azt, hogy ő tulajdonképpen egy operaénekes, aki a könnyű zenében, a jazzben ért el sikereket. Aki pedig kíváncsi, hogy milyen érdekességeket tartogat még az ő személyisége, az jöjjön el, és nézze meg őt a Pózdium következő alkalmán. Falusi Marian 1983-ban Ki mit tudon nyert jazzénekes kategóriában, ezzel indult karrierje, de az 1988-ban alapított Padödő együttes hozta meg számukra a közelmúltban elhunyt Lang Györgyivel karöltve a népszerűséget. Színpadon is játszik a mai napig, emellett pedig rádiós és televíziós műsorvezető. A rendezvénynek az Adorján Lajos terem ad otthont. Mintegy 200 fő foglalhat helyet a székeken. Belépők még vásárolhatók az olvasó jegypénztárában, de korlátozott számban a helyszínen is válthatók. Hasonlóan a korábbi menetrendhez televíziós felvétel is készül az eseményről, az összeállítást pedig az Úszdi Városi Televízió egy későbbi időpontban tűzi műsorára. A hulladéktörvény módosítása értelmében július 1-től működésbe lép a koncessziós rendszer. Az új szisztéma számos elemében érinti a hulladékgazdálkodás és a gyártói felelősség szabályait. Jelenlegi ismereteink szerint a magánszemélyek ingatlanán keletkező, általuk leadott koncesszió alá nem tartozó építési, bontási, felújítási tevékenységből származó fémhulladékokért továbbra is a piaci árat kínálják a fémhulladék átvevő cégek. Ilyenek például a különböző zárt szelvények, csövek, ereszek, radiátorok, kádak. Ugyanakkor a koncesszió alá eső hulladékokat a piaci ár alatt lehet majd leadni. Ezek közé tartoznak az akkumulátorok, alumíniumdobozok és más fémcsomagolások, illetve a karosszéria hulladékok is.
Az Ózdiak az országos sajtóban is megállják a helyüket. Birta Brigitta lett az Éva magazin főszerkesztője. A családban élő, a munka és a magánélet között egyensúlyozó modern nők érzéseivel foglalkozó lap 2007 óta van jelen a közéletben. Teljesen új kiadvány viszont a férfiaknak szóló In Style Men, amelynek egykori kollégánk Lendvai Zsolt a vezető szerkesztője. Birta Brigitta városunkban született, itt nőtt fel és a József Attila gimnáziumban érettségizett 6-osztályos tagozaton. Ezt követően Budapesten tanult tovább. A terület szakértőjeként korábban dolgozott az Elle és a Cosmopolitan lapoknál is, majd 2015-től a Marquardt kötelékében a Shape főszerkesztő helyetteseként és a Joy.hu szerkesztőjeként. Új feladata mellett továbbra is betölti a Runner's World főszerkesztői pozícióját, vagyis a világ vezető futómagazinjának magyar kiadása is az irányítása alatt marad. Brigitta már szakdolgozatát is női lapokból írta, magával ragadta a műfaj, csak úgy, mint a sport. 2020-ban a karantén idején sem állt le a munkával, és megszületett kislánya is, pontosan ezért tud azonosulni a feladattal. Nálunk a cégnél nagyon sok női vezető van, sőt az ügyvezető igazgató is nő, és anyukák, és nagyon rugalmasan kezelik, és nagyon támogatóak abban, hogy karrier és család az így együtt balanszban tudjon működni. Nagyon sok pszichológiai témájú cikk van benne, és abszolút olyan nőkkel foglalkozik, akik 35-50 közötti nagy és családban élő, dolgozó nők, akiknek vannak hobbiaik, pozitívan állnak a világhoz, de azért tudják, hogy nem csak egy rózsaszín felhő az élet. Szóval ezzel 100%-ban tudok én is azonosulni, hiszen én is ilyen vagyok. Úgyhogy nagyon jó szerkesztőként dolgozni egy ilyen lapon. A szemüveg kenyérszeletelésre nem alkalmas, viszont látásra. Ugyanaz a cég, vagyis a Marquardt Group Hungary Kft. Adja ki az In Style Men című lapot is, ahol egykori kollégánk Lendvai Zsolt ma már szenior szerkesztőként erősíti a csapatot. Ő is a József Attila gimnáziumban tanult, majd az Eszterházy Károly főiskolán szerzett diplomát. 10 évig dolgozott az ország legismertebb autós magazinjánál, a Total Car-nál, ahol egy ideig főszerkesztő helyettesként és megbízott főszerkesztőként is tevékenykedett. Az Ózdivárosi Televízió nézői 7 évig láthatták a képernyőn. Az itt megszerzett tapasztalataimat minden eddigi állomás helyemen tudtam kamatoztatni, tudtam ráépíteni. Az In Style Men csapatát januártól erősítem, idén januártól. Ez egy szórakoztató életmód magazin férfiaknak, ahol igyekszünk olyan témákat feldolgozni, ami minket is érdekel, hiszen szerintem, hiszem, hogy arról lehet a legjobban, legélvezetesebben írni, amivel az újságíró is tud azonosulni, de természetesen azért néha ki kell lépni a komfortzónából is, és olyan témákat próbálunk megtalálni, ami minél szélesebb rétegeket, az aktív, érdeklődő férfiakat vonza. Zsolt Brigittával ellentétben nem él a fővárosban, hanem nagyrészt home office-ban dolgozik. Igaz, azért rendszeresen ellátogat az óbudai szerkesztőségbe is. Jó részt olyan témákat dolgozhatnak fel, amely a szívükhöz közel áll. Ami biztos, hogy a jövőben érdekes interjúkat, tanácsokat és számos izgalmas témát olvashatunk az országos lapokban is mindkettejük tollából. 3 hetes német nyelvű kurzuson vehet részt az Ózdi József Attila gimnázium és kollégium egyik tanulója 4 magyar társával együtt Kölnben július 2-a és 22-e között. A képzést a Goethe intézettel kötött együttműködési megállapodás teszi lehetővé. A közös cél a német nyelv népszerűsítése és a nyelvoktatás támogatása. A program keretében segítik a németül tanuló diákokat és az idegen nyelvet tanító pedagógusokat. Hazánkban csupán 3 város, 3 iskolája vesz részt. Az iskolák a jövő partnerei projektben. A hivatalos ünnepélyes tagfelvétel szeptemberben lesz. Kézilabda fesztivált tartottak ma az Újvárostéri Általános Iskolában. A játékos feladatokon az 1., 2. és 3. osztályos tanulók vettek részt. Az edzést Zákányi Zoltán pedagógus koordinálta. Segítségére volt az Ózdi Kézilabda Klub utánpótlásért felelős vezetője, Lovas Szilárd, illetve 2 edzőnövendék is. Mozgalmasan és jókedvvel telt a ma délelőtt az alsó tagozatos diákoknak az Újvárostéri Általános Iskolában. Az intézmény tornatermében ugyanis évzáró kézilabda fesztivál tartottak a kicsiknek. Az eseményen 3 osztályból 55 diák élvezhette a sport nyújtotta örömöket.
Zákányi Zoltán pedagógus szervezte és bonyolította le a délelőtti programot, aki segítségére volt a tanulóknak a délelőtt folyamán. Az iskolánkban kiemelt sportág a kézilabda. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az Ózdi Kézilabda Klub utánpótlásának a nagy része az innen kerül ki. És hát ezek az elsős, második, harmadikos gyerekek, ők már rendszeresen járnak kézilabdaedzésre, és úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen fesztivál jellegű, tulajdonképpen nagy évzáró bulival, ez az egyik évzáró, ezzel zárjuk le az edzéseket. 6 gyakorlatsort állítottak össze, melyeken egymás után tehették próbára tudásukat az ifjú sportolók. A feladatok változatos formában vezették rá a gyerekeket a labda használatra, hiszen ebben a korosztályban az egyik legfontosabb cél, hogy megszeressék a labdával való játékot. Ebben a korosztályban, amit most fogtok látni, az első, második, harmadikosokkal foglalkozik a tanár úr. Itt igazából a játékosság, a játékkal való megismerkedése a gyerekeknek a fő szempont. Labdás technikai gyakorlatokat még nagyon nem tudnak elvégezni, de a labdavezetőst, kisebb dobásokat, azokat a lépéseket, azokat a gyakorlatokat elkezdik gyakorolni, amit majd később a speciális kézilabda formába meg fognak majd tanulni. Úgyhogy először ebbe a részbe a beillegződéseket megpróbáljuk feléjük megcsinálni, elvégezni, amivel a kézilabda iránt el tudnak köteleződni, és ezt a sportágat fogják választani az elkövetkezendő években. A remek hangulatról vidám zenei aláfestés is gondoskodott. A résztvevő diákok lelkesen vetették bele magukat az edzésbe. Hangos gyerekzsivaj, sok nevetés és jókedv töltötte meg a tornaterem falait. 3 éve kézilabdázom, és azért választottam a kézit, mert szerintem ez egy nagyon jó sport, és hát szeretek ide járni. Zoli bácsi engem második évben és elsőben tanított. Most átmentem a Vasvárba kézire, 3. osztályba. Nagyon szeretek kézizni, kapus vagyok, és a legjobb barátnőmmel mindig együtt vagyunk kézin. Nagyon sokat szoktam sportolni, és nagyon is szeretek kézizni. A program egyben az idei év záróedzése is volt. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek jó érzéssel térjenek haza. A szervezők bíznak abban, hogy a fiatalok nyári szünet után ősszel újult erővel lelkesen vetik bele magukat a kézilabda sport gyakorlásába. Könyvheti kavalkáddal indul a 94. ünnepi könyvhét és 22. gyermekkönyvnapok az Európa téren. Június 9-én 3 órától várják az irodalmat kedvelőket az Ózd és Ózd környékén élő írók, költők egy beszélgetésre, illetve egy dedikálásra a civilház előtti területen. Az ünnepi könyvhetet köszönti és megnyitja Janicsak Dávid, városunk polgármestere. Fellépő vendégek is színesítik a programot. Az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárain kívül Szaka Attila, az Ómi Zenész Színház tagja, az Ózdi Néptánc Egyesület és a Vasvárúti Általános Iskola diákja is színpadra állnak. A Kazinci Klub, a Szeretett Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör és a Szív Klub tagjainak előadását is láthatják. Az aszakkör, papírfonás és kötés gyöngyel szakkörök programzáró rendezvénye és kiállításainak megnyitójára is sor kerül. A tavaly évben az Ózdi Művelődési Intézet a szakkör programot indított el, amelyben könyvtárunk az OMÉK-kel együttműködve kapcsolódott be, és itt 2 szakkörünk, a papírfonás és a kötésgyöngyel szakkört indítottuk el, aminek most lett vége, és ennek keretében a szakkör zárása, illetve egy kiállítás megnyitása következik, amelyet Bukovinszki Zsolt, az OMÉK ügyvezető igazgatója fog megnyitni. A program végén pedig az Ózdi Néptánc Egyesület műsorát láthatják a kedves érdeklődők. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, hiszen az ünnepi megnyitó után még lesz egy kis műsorunk az Szeretett Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör tagjai, az Ózdi Szív Klub Egyesület tagjai, illetve a Kazinci Klub, Irodalmi Klub tagjai fognak egy kis műsort adni. Közben pedig lehet az írókkal beszélgetni, dedikáltatni lehet, illetve lesz kézműves foglalkozásunk gyerekeknek, ahol nagyon sok szeretettel várjuk őket, illetve a szakkör keretén belül a papírfonást és a kötés gyöngyel is ki lehet próbálni itt kint a téren.
A Formula 1 múltja és jelene címmel Érsek Zsolt könyvének bemutatójára és előadására várják a vendégeket az Olvasóban június 9-én este 6 órától. A könyv írója a Forma 1 58 évét foglalja össze évadokra bontva, röviden, szövegesen leírva, valamint a teljes ponttáblázatokat tüköroldalanként jeleníti meg, szorosan egymás mellett. Ez azért is előnyös, mert egyes olvasók a szöveges leírásból értenek meg többet, míg mások inkább a táblázatokból. A könyv komplex, nagyon tömör, eredmény összefoglalóvá vált, amelyből gyorsan kikereshetők az adatok. A sporttörténetről és a járműfejlődésről szóló előadásra a belépés ingyenes. Úszóversenyen bizonyíthatnak a kondisok az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület szervezésében pénteken este 6:30-tól. A kondinapok harmadik állomását rendezik meg az Ózdi Városi Strandfürdőben. Korosztályonként más-más távot kell teljesíteniük az indulóknak, az általános iskolásoknak, alsó és felső tagozatosoknak 400 és 600 métert kell úszniuk. A középiskolásoknak és a szenior kategória képviselőinek 800, míg a felnőtteknek 1000 métert kell teljesíteniük. Regisztrálni a helyszínen díjmentesen a program előtt lehet. Fontos információ, hogy a strandra a kemping bejáratánál 6:45-tól lehet bemenni térítésmentesen, ha jelzik, hogy a versenyre érkeztek. Azok is részt vehetnek a programon, akik már hamarabb a létesítményben tartózkodtak. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Farusi Marian rádiós és televíziós műsorvezető lesz a Pózdium vendége június 12-én hétfőn az Olvasóban. A délután 17:30-kor kezdődő eseményre jegyek még válthatók. A hulladéktörvény módosítása értelmében bevezetik a koncesziós rendszert július 1-től, ezért változik a lakossági fém hulladék átvételi értéke. Az Ózdiak az országos sajtóban is megállják a helyüket, Birta Brigitta lett az Éva magazin főszerkesztője, az InStyle Mennél egykori kollégánk Lendvai Zsolt tevékenykedik. Kézilabdaedzést tartottak az Újvárostéri Általános Iskolában. A játékos gyakorlatokon összesen 55 elsős, másodikos és harmadikos diák vett részt. Most pedig nézzük, milyen idő várható holnap. Pénteken záporokkal, zivatarokkal tarkított füllett időre van kilátás. Helyenként felhőszakadás, égeső továbbra is előfordulhat. A szél ismét zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős, akár viharos. Sokfelé lehet párás, ködös a hajnal. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakulhat. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónk után Apropó című komplex magazinunk következik, amelyben a 9. felvidéki magyar kórus találkozó összefoglalóját láthatják, a rally sprint képeit nézhetik meg, és a digitális erőműben rendezett sportválasztó napról is beszámolunk, de megismerhetik Szabó Bencét is, aki Boston terriereket tenyészt és versenyeztet. Rejtő Hanna már várja Önöket. Friss hírekkel legközelebb holnap este ugyanebben az időben jelentkezünk. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!